Halló. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Kati vagyok. Zsuzsikával szeretnék jó igen, szólni. Igen, igen, akkor gyorsan keverem, utoljára kavarom. Jó. Igen. Hányas? Most elég. Igen, hányas? És a 5-ös, 9-es. 5-ös, 9-es. Bocsánat. Hát ez a kártya, egy új szerelem van. Valami új kapcsolat. Vagy lesz. Vagy jön. Lehet, hogy már befordult az utcába. Nem tudom. De ez mindenképpen lehetőség. Valami van, valaki jön. Még akkor is, ha maga mellett van valaki, mert lehet, hogy pont beletrafálok abba, hogy maga egy boldog házasságba él, de valami lehetőség jön, valaki megnézi magát. Az nem baj, persze egy nőnek. Igen, valakivel lesz kapcsolata. Egy új kapcsolat jön az életébe. Biztos. Maga egy nagyon, nagyon ilyen ember, klassz ember. Jé, ez az első nap jött ki. Ma egy jogi ügy, egy hivatalos ügye van. Vagy lesz. Egy hivatalos ügy, valami kis dolog, de jó sikerül. Nem tudom, mi lehet ez. Akár azt mondja, egy jó a rokonság, a rokonokból is van valaki, aki nagyon rendes magához, de nagyon óvatos legyen maga általában. Pedig maga nagyon tudja tényleg, hogy mit akar. Na most egy, mi a jövő? Az hányas? 9-es, nem? Az a 9-es volt. Valami új lehetőség jön az életébe. Egy megbízás, vagy nem tudom, hogy állás, vagy valami új lehetősége jön, jön magának mindenképpen, és méghozzá jó. Valaki a családba, vagy a környezetére megfog, lesz egy kis sebesülés, de nem magának, valakinek. Erről fog hírt hallani, hát Istenem. Valamire rábeszélik magát. Van gyerek a családba? Van, igen, egy lányom. Annak lesz valami kis afférja. Ez hasznos alkalom. Érdekes, nem érdekes. Minden, mert jó a jövője. Itt van, ez a végső előrehaladás. Az annyit jelent, hogy sinem vannak. Érdekes, de ugye a lányának figyeljen oda valami kis akármi lesz, de nem érdekes, rendben jön. Más nem jött olyan. Jó, Zsika, még anyukának beleférne gyorsolás? Nem. Egy nagyon gyorsak. Ja. Akkor csak ilyen két számot, amit tudom, illetve a kettőt, amikor felülről fel. Igen, ez a kettő. Na, gyorsan. Akkor 3-7, nem, és elég. Nem, nem két, nem úgy, hanem Zsika, mert kellett kettőt. Van egy másik. Ez egy nagyon szép... Itt az ízlés rendőrség a Klubrádióban. Jó estét kívánom mindenkinek, itt van Dreadbíró, mosolygós gyilkos, jó magam Justice doktor, és az elmúlt pár percben nem más, mint Csala Zsuzsa jósolt. Nem tudom, hogy figyeltétek a technikáját. Tehát én az este folyamán hajlandó vagyok jósolni bárkinek, mert nagyon figyeltem Zsuzsi néni kezét, száját és a szemeit is. Megtanultam jósolni, úgyhogy tudok jósolni. Egyébként Klárikának is ezúton üzenek, hogy sajnos, hogy anyukának a jósolása nem fél bele. Ez van, pedig hasonló okosakat mondott egyébként Zsuzsa néni, de mindegy, ez a múlt. Az a Csala Zsuzsa, aki a mindannyiunk által jól ismert Józsinak egy számítógépet adományozott, egyrészt, másrészt a Józsival... A Csala Zsuzsa adta? Hát Anetka adta a Csala Zsuzsával. Tehát ez a, ilyen, a triumvirátus. Igen, egy ilyen triumvirátus. Csala Zsuzsi néni, Anetka rémrondaság. Ja, és képz, azt hallottátok a legnagyobb sztori, hogy a Dopman valami nyilvános helyen azt mondta, hogy vesszen Anetka halljon meg, és erre Anetka pedig természetesen ugye, hogy is kell fölfújni ezt a nagy mondjak valami csúnyát, szerintetek? Ezt a nagy fingbuborékot hogy is kell felfújni, egyből természetesen népszerű napilapokban már föl is háborodott és pert emlegetett, hogy ő be fogja perelni Dopman, mert hogy ilyet nem szabad mondani, mert különben is a fiatalok majd akkor ebből fognak tanulni, hogy akit utálunk, az halljon meg különben is, haló. Mindegy, a Józsi már teniszezik. Szevasz. Ízlésrendőrség, jó estét. Jó estét.
Szia, Sanyi vagyok. Én szeretném, hogyha jósolnál nekem. Várjál, nagyon. Hát ez figyelj, mi sem egyszerű bennél. Nagyon egyszerű. Várjál, keverem a kártyát, keverem a kártyát. Igen? Na, mondj egy számot. Kettő. Kettő, azt mondja. Egy, kettő. Mhm. Na, hát nem is olyan rossz tulajdonképpen. Ahogy így nézem. Nem leszek öngyilkos? Várjál, hogy nézzem. Igen. Nem, nem, valami... De nem, 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 jó lesz ez, nem lesz ebben baj. Jó lesz, ugye? Jó lesz. Iskolába jársz esetleg? Igen, iskolába jársz esetleg? Nem, már azon túl vagyok. Ó, de kár, pedig úgy látom, hogy valami sikeres, valami papír ügyletről van szó, valami sikeres, talán vizsga, de talán... Rakja Marie vitt az újságot, vagy hogy legyen? Nem tudom, valami. Tehát mi fog vele történni szerinted az elkövetkezendő két hónapban? Hát nem tudom, lehet, hogy rám esik a garázs ajtó, de... Nem, 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 valami papírral kapcsolatosra. Papírral? Papírral. Mondjuk jogosítványt szerzel? Az már megvan. Megvan. Elveszteni nem fogod? Hát. Szoktál részegen vezetni? Igen, igen. Na, akkor ez az, ez lesz az. Igen, rátaláltam, megtaláltam, nagyon örülök. Na, igen, látom is, igen, tényleg valóban közlekedéssel kapcsolatos, mert itt látszik, a trefhetesen van egy ilyen. De várjál, mert nincs autó. De nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy valószínűleg ezért fogod megúszni adót. Tehát ezért lesz sikeres papír visszavételed, mert van egy jogosítványod, részegen vezet, de nincs autót. Tehát nem veszik el mégsem a jogosítványodat, pedig úgy lett volna, hogy elveszik. Hát ez fog veled történni. Az a helyzet, hogy reggel véletlenül oda kapcsoltam a tévét erre a műsorra, ahol a Anetka ült törökülésbe, és a jósolta Csala Zsuzsa. És a Sáfár Ancsi néni pedig. Ő csak tátott szájjal nézett, hogy mi történik. Miket tudnak a kollégák? De valami bámulatos volt, és én csak néztem, és egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy lehet tévében adni. Na, bármit lehet. Hát túl vagyunk, ne haragudjál rajta. Ennyi volt? Hát persze, hát most csak így rövidet húztam, tehát egy számot mondtál, egyet jósoltam. Ja, hát hogy még, volt. De még jósoltatnál? Még kíváncsi vagy mondjuk a izédre, a szerelméletet, de az majd legközelebb. Az már 0690-es szám. Ja, bizony, bizony. Az a legközelebb, jó? Jó. Szevasz. Köszi szépen, ciao. Ízlésrendőrség, jó estét kívánok. Ízlésrendőrség, halló. Szevasz, Józsi. Sziasztok. Mondj egy számot. Csalódtam benned. Bennem miért? A Rolyba. De én bennem miért? Kérdezem én, mint Red Bíró. Lehalkítom a rádióm. Közi. Aranyember vagy. Hogy most így megbüntetsz minket, hogy nem hallgatod, és ezért le vagy. Itt vagyok. Jaj, hogy úgy, értem. Szevasz. Itt vagyok. Szevasz, Józsi. Itt vagyok. Józsefem, ahogy szoktam volt mondani. Na miért? Mondja. Miért csalódtál a Rolyban? Benned csalódtam. Igen. Hát én Red Bíró vagyok, de mindegy, ezen most ne veszünk össze. Mondd, hogy most... Mindegy, hagyjuk. Azért, mert Csala Zsuzsa nénit, hogy is mondjam, az egekből magasztaljuk jós tudásával kapcsolatban? Nem az ma. Mit mondtam? Azt mondtad, hogy nem ronda. Nem igaz. Nagyon szép. Csinos. Józsefem, figyelj ide, mi férfiak, így egymás között. Állapítsuk meg a következőt. Ízlések és pofonok. Különbözőek. Jó, de nem szabad ilyeneket mondani. Ez igazad van. Józsi. Megfedjük a Rolyt. Elnézést. Józsi, én kérek elnézést. Úgy az én mind a magam nevében elnézést kérek. Igen, és szép. Olyan szép arca van. Bájos, mosolygos, kedves. De nem a Csala Zsuzsáról beszélünk most. De igen. A Csala Zsuzsa. De én nem a Csala Zsuzsára mondtam, hogy ronda. Már bocsáss meg, akkor vissza az egész. Akkor most visszaszívok mindent. De azt mondtad. Nem, én az Anetkára mondtam. A Csala Zsuzsa az egy nagyon kedves kerekded néni. Mindig a nagymamámra emlékeztet. Hát én ezt akartam mondani. Hasonlít a drágám az én nagymamád? Nagymamámra. Na látod, akkor eljött. De meghalt. Józsefem, akkor most itt félreértettük egymást, vagy te engem, mert hogy én nem a Csala Zsuzsára mondtam. Mondtam, hogy rémronda, de azt az Anetkára mondtam. És használd sok egészséggel. Figyelj ide, hogy állsz a... Józsi! Józsi, figyelj ide! Ne akasszuk össze a balsunkat, jó van? Ő sem rémronda. Na, itt állj meg. Józsi, itt álljál meg. Állandóan csajózni. Figyelj, inkább arról beszélj, hogy mi van az interneten. Inkább arról beszélj. Láttam már szebb hölgyet nála, de... Hogy nem ronda, azt nem mondhatnám. Józsi, csörögnek a másikon, nem baj? Jó.
Na. Le akartok rázni, rázni. Tudod, hogy nem erről van szó. Legkülségesebb hallgatónk vagy, mi pedig a legkülségesebb rádió műsorvezetőid vagyunk. Józsi. Okay. Józsi, Józsi. Oké, okay, rendben hajrá, van. Hajrá, Fradi. Hajrá, Fradi. Na, ciao. Éljenek a görögök, szevasztok.